Minden térségnek megvannak a maga sajátosságai és gondjai, de vannak közös problémák is, mint például a diákszám csökkenés, amely a déli végeken a legdrasztikusabb. A székelykévei iskolát 134 tanuló fejezte be, de szeptember 1-én 20 tanulóval kevesebb lesz. Ennek az oka a tanulók elvándorlása és a nagyon alacsony természetes szaporulat, vagy jobb, ha úgy mondom, a negatív természetes szaporulat. Nagy Kikindán nincs magyar bölcsödei csoport, ezen kívánnak őszre változtatni, mert szükség lenne rá, és szakemberek is rendelkezésre állnak, amint egy 10 magyar ajkú kisgyermekkel való foglalkozásra. Mivel sohasem volt magyar nyelven bölcsöde, és általában ezek a gyerekek 4-5 évet óvodában járnak, bölcsödébe, ahol már fölkészítik őket az iskolára és az óvónők sugallatára, tehát szerb tagozatokra iratják a gyerekeket, és itt nagyon sok gyerek, magyar ajkú gyereket veszítünk. Bánátban sem ritka jelenség, hogy a magyar diákok nem beszélik a szerb nyelvet. Ha a mi gyerekeinket meg tudjuk tanítani angolul, mert motiváltak rá, akkor így meg kell teremteni a motivációt arra, hogy szerbnyelvűen is megtanuljak. Második pedig, hogy nem mint környezetnyelvként tanulják a szerbet, hanem igenis más metodikai módszerekkel kéne elsütetni a szerb nyelvet. A konzultációnak az a célja, hogy az MNT által 2010-ben elfogadott stratégiát felülvizsgálják, és megtárgyalják a pedagógusokkal a jelenlegi állapotok tükrében. Visszajelzéseik alapján tudjuk összeállítani a koncepciónkat és a cselekvési tervünket a következő 4 évben. Az elmúlt napok találkozói arról szóltak, hogy a pedagógusok érzik ezt a felelősséget, érzik azt, hogy sokkal összetettebb, sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint a korábbi években, és ezeket a kihívásokat ők vállalni szeretnék. A muzsiai ülés volt az 5. színhelye a pedagógusokkal való egyeztetésnek. Mindegyik területen más és más gondok jelentkeznek az oktatásban. Itt a legnagyobb gondot a tankönyv hiány jelenti, úgy a szakközépiskolákban, mint az általános iskolában. Felmerült a szerb nyelv oktatásának hiányossága, de természetesen ezen már dolgozunk, és az elkövetkezendő időszakban megoldásra kerül ezen tantárgynak az oktatása. Az óvodával kapcsolatos kérdésekkel az MNT közoktatási konzultatív testülete őszre foglalkozik majd egy konferencia keretében, bevonva az óvodapedagógusokat és más szakembereket is.